A Bácskosútfalvi Otthon értelmi fogyatékosokat gondozó szociális intézetbe látogattunk, amelyet 1946-ban alapítottak, és 1968 óta foglalkoznak benne értelmi fogyatékos felnőttek gondozásával. Vezetését januárban Majlád Béla személyében új megbízott igazgató vette át. Arra kértük, mutassa be a létesítményt. Jelen pillanatban, tehát 300 ápoltunk van az intézményben, elhelyezés, tartós elhelyezés alatt. Februárig 46 ápoltunk még a régi lokáción volt, bent a falu központban. Azonban két dolog motivált bennünket, hogy tehát mindenkit kiköltöztessük ide. Egyrészt értelemszerűen egy anyagi megfontolás, hogy csökkentsük azokat a járulékos költségeket, amik egyébként tehát igazán folytogattak bennünket ebben a nehéz helyzetben. Másrészt viszont, tehát a kinti részleg, illetve az úgynevezett új otthon, sokkal minőségesebb és sokkal élhetőbb életkörülményt, komfortosabb körülményeket tud biztosítani az ápoltainknak. Nagyon gyors és nagyon pozitív, jó ütemű volt az adaptáció, tehát nagyon jól föltalálták magukat, semmilyen törést nem hozott az életükben, sőt, igazából sokkal több vidámságot és mosolyt látunk itt az arcukon, mert hát valahol ők is érezték, hogy egyébként összetartoznak, és nem volt jó ez a szegregáció, hogy gyakorlatilag volt kinti részleg, meg benti részleg, mert valahol ők is érezték ezt a különálló vagy elkülönülést, viszont már gyakorlatilag ez is megszűnt ezáltal, úgyhogy most már mindenki itt van egy helyen. Súlyos beteg ápoltakat ápolnak itt az otthonban. Így van, tehát mi képviseljük azt a legsúlyosabb kategóriát, amelyik az értelmi fogyatékosoknál jelentkezik. Ez annyit jelent, hogy itt egy 20-as IQ-ra kell gondolni, illetve tehát egy vele született mentális adottságra, akik legtöbbször, tehát családi környezetből kerülnek hozzánk, persze intézetből is veszünk át embereket, és gyakorlatilag tehát itt vannak elhelyezve tartósan. Értelemszerűen azért megpróbálunk olyan munkaterápiát és olyan szabadidős, hasznos tevékenységeket felkínálni és bevonni őket abba, amely gyakorlatilag azt jelenti, hogy ez az intézmény nem egy klasszikus elfekvő intézmény, hanem különböző aktivitásokban vonjuk be őket. Mint mondtam, van itt rekreáció, sport, kézműves foglalkozás, kirándulások vannak, Kanizsán voltak fürdeni, Zomborba voltak sportnapon. Tehát, hogy igyekszünk a lehetőségeinkhez és a lehetőségeikhez mérten, tehát megfelelő aktivitásokat számol szervezni részükre. Mit mutat a tapasztalat? Bizonyára hosszú évek tapasztalata áll már önök mögött, hogy mennyire hatásosak ezek a terápiák? Én azt gondolom, hogy a legfontosabb az az, hogy tehát tudunk értelmes elfoglaltságot biztosítani részükre. Megfigyelhető bizonyos esetekben, hogy nem várt módon, és szerencsés módon tud pozitív előmozdulást előidézni egy-egy ápoltnál, viszont értelemszerűen tehát vannak olyan ápoltjaink is, akik tehát további szellemi hanyatlásba fordulnak át, de én azt gondolom, hogy összességében, tehát mi minden magunk tőlünk elvárhatót, illetve magunktól tehetőt elkövetünk annak érdekében, hogy tehát kellő életkörülményeket biztosítsunk részükre. A társadalomban van egy olyan törekvés, ez egy újabb törekvés, ugye, hogy integrálják az ápoltakat, illetve ezeket a személyeket, akik itt tartózkodnak az otthonban és a hasonló intézményekben vissza a társadalomba. Mi a helyzet ezzel kapcsolatban Moravicán? Tehát egy gyökeres és teljes átalakulás előtt áll a szociális védelmi rendszer. Ez nem csak mi ránk vonatkozik, hanem általában minden olyan sérült szociális védelemben résztvevő egyére, akik jelen pillanatban valamilyen intézményi elhelyezésben részesülnek, hogy tehát ezek az intézmények lebontásra kerülnek, illetve az ott elhelyezésben lévő ápoltakat pedig gyakorlatilag tehát visszaintegrálják a társadalomba, ami magyarul annyit jelent, hogy a lakókörnyezetben kell, falusi környezetben, városi környezetben olyan családi léptékű lakótereket kiépíteni, amelyben ők is családként tudnak funkcionálni. Ez egy
uniós direktíva, tehát ennek nem csak mi vagyunk a részesei, hanem a körülöttünk lévő országok is valahol tartanak ebbe a folyamatba. Ez egy nagyon összetett folyamat egyébként. Itt egy 10 éves periódust tűzte ki célul, amíg át kell alakítani ezt a rendszert. Magyarországon egyébként ezt 30 évre taksálják. El kell mondani azt is egyébként, hogy mondjuk Svédország viszont, aki egy jóléti állam, háromszor nekifutott ennek a rendszerbeli átalakulásnak, és háromszor visszakoztak belőle. A magam részéről azt gondolom, hogy ez egy rendkívül összetett folyamat tekintettel a mi ápolti célcsoportunkra. Nem gondolom azt, hogy ez teljes egészében alkalmazható. Ennek ellenére én azt gondolom, hogy tehát meg fogjuk próbálni mindenféleképp, tehát ugye rendszerbeli átalakulásról van szó itt, tehát mi sem térhetünk ki ezelől, viszont személy szerint magánemberként mondom legfőképp, hogy komoly kételjeim vannak azzal kapcsolatban, ugye az előbb már említést nyert, hogy ezek az ápoltak legtöbbször otthoni, természetes családi környezetből kerülnek hozzánk, ami valami véget nem funkcionált. Most ez a rendszer azt látja elő, hogy vigyük vissza őket a civil életbe, egy mesterséges környezetbe, ami majd funkcionál. Én azt gondolom, hogy még egyszer mondom, tehát ebben a mi kategóriánkban ez nem biztos, hogy kivitelezhető. Azt is el kell mondanom, hogy viszont voltam olyan intézményekben Szerbiában, ahol enyhén vagy közepesen súlyos értelmi fogyatékosok vannak, ott viszont tehát ez nagyon szépen funkcionál, van értelme a rendszernek, mert valóban mégiscsak az egy emberhez méltóbb körülmény. Ugye az uniónak is ez volt a legfőbb motivációs mozgatója, hogy a jelenlegi intézményi rendszerek, ezek általában tehát nagy kapacitásúak, ezáltal egy börtön vagy tábor jellegük van, és ez nem egy humánus emberhez méltó elhelyezési körülményt jelent. Így meg kell próbálni ezt a kitagolási folyamatot, tehát hogy visszaintegrálni a társadalomba. Meglátjuk, tehát hogy nyilván részesei leszünk a folyamatnak. Ez valóban egy gyökeres átalakulás. Úgyhogy mi is kíváncsian várjuk a fejleményeket. Itt a Bácskasútfalvi otthonban egyébként milyen feltételek mellett tevékenykednek? Hát ugye alapvetően a lehetőségeinkhez mérten igazítjuk a feltételeknek az alakulását. Általában meg szokták tőlem kérdezni, hogy jó gazdája az állam ezeknek az intézményeknek. Én erre meg azt szoktam mondani, hogy igenis, meg nem is, mert gyakorlatilag az a tartásdíj és az a költségtérítés, ami az intézmény fenntartásához szükséges, ez havi szinten szinte percre pontosan megérkezik, tehát hogy ez e körül semmi gondunk nincs, és semmi bizonytalanságunk nincs. Viszont a másik oldalon megvan, hogy, tehát, hogy azok a költségtérítések, illetve azok a tartásdíjat, amit az állam fizet egyébként tehát az intézménynek, illetve az ápoltak után, azok már régóta nem, sajnos nem fedik le azokat a költségeket, amik itt egyébként tehát a mindennapokban megjelennek. Említette az előzetes beszélgetés során, hogy tulajdonképpen itt 300 ápolt befogadására van lehetőség, viszont az igény sokkal nagyobb lenne, sokan várólistán vannak. Így van, tehát folyamatos a jelentkezés, tehát valóban várólistánk van. Viszont most ennek az átalakulásnak a következtében, tehát jelen pillanatban tehát a minisztérium egy általános letiltást küldött minden ilyen intézménynek, hogy tehát addig, amíg ez a folyamat nem kezdődik el, tehát újabb ápoltakat nem, tehát nem tudunk felvenni. Hogyan látja az intézmény jövőjét? Én azt gondolom, hogy kicsit ezt most nehéz elképzelni, de valóban, hogyha ezek az átalakulások végbe mennek, akkor az egy nagy intézmény helyett nagyon sok picike kis intézmény vagy védett szállás fog létrejönni, és a dolgozói szempontból ez csak annyit fog jelenteni, hogy nem ide egy központi helyre kell majd kijárni dolgozni, hanem valóban védői, gondoskodói szolgálatot kell majd teljesíteni ezekben a házakban. Azt hiszem, hogy elmondhatjuk azt, hogy meglehetősen összetett munkát végeznek az itt dolgozók. Megfelelő személyzetük van? Hát valóban, tehát ez egy embert próbáló feladat. Tehát maga a közeg olyan, amilyen. Én azt gondolom, hogy a dolgozóink azért tehát teljes egészében a tőlük elvárható gondossággal járnak el.
azok a kollégák, akik magát a szakmunkát végzik, a szociális munkát, illetve a defektológusi munkakört, ők igen magas szinten művelik a saját szakmájukat. Ellenben, tehát én azt gondolom, hogy tehát ilyen szakemberekre még szükségünk lenne ahhoz, hogy kifogástalan és napra kész munkát tudjunk végezni. Van lehetőség az alkalmazásokra? Jelen pillanatban 115 dolgozónk van, tehát jelen pillanatban tehát nem tudjuk bővíteni ezt a létszámot, viszont én azt gondolom, hogy amennyiben valóban ilyen irányba mozdul el a rendszer átalakítása, akkor itt alapvetően további munkaerőre lesz szükség, mert a jelenlegi összetételű és jelenlegi létszámú munkásokkal, tehát ez kivitelezhetetlen ez a nagy feladat. Azt is említette, hogy tulajdonképpen a pékség és a konyha maradt még bent a faluban, és hogy a tervek között szerepel az is, hogy ezeket a létesítményeket ide kitelepítsék. Ez még messze van? Csak pénz kérdése. Tehát, hogy ebből pedig azt következik, hogy talán elég messze. Ez még egy hatalmas beruházás lenne, ugyanis valóban a jelenleg pillanatban, tehát a konyha és a pékség még a régi lokáción üzemel, ami már annak ellenére, hogy funkcionális és tiszta, de hogy már nem tesz eleget azoknak a modern kori elvárásoknak, gondolok itt a HACCP rendszerre, ami mentén egy konyhának működnie lehet, így gyakorlatilag egy teljesen modern, nagy kapacitású konyhát kellene még itt kiépíteni, ami hát becsléseink szerint még egy 70-100 millió dináros beruházás lenne. Látva azt a gazdasági recessziót, amiben már egy jó ideje mozgunk, én nem hiszek benne, bár szeretnék hinni abban, hogy ez belátható időn belül megvalósul, de ehhez azt is hozzá kell, hogy tegyem, hogy tehát, hogy nagyon komoly lobby tevékenységet váltunk ki külföldön, annak érdekében, hogyha nem belső, akkor külső forrásból gyakorlatilag, tehát még ez a beruházás össze tudjon jönni.